Érkezzék tehát a Megasztár színpadára Frank Sinatra New York című dalával Lakatos Krisztián! Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right to the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the hip. These little town blues are melting away. I make a brand new star of it in all New York. If I can make it there, I make it anywhere. It's up to you, New to you, New York, New York. Lakatos Krisztián! És a cilinderes női pingvinek. Köszönjük szépen a tánckarnak. Az a helyzet, hogy ugye nehéz beleszólni persze, senkinek a sikerét nem szabad elvenni, de hidd el, ez még tartana körülbelül 20 percig, hogyha én most nem kezdenék el beszélni hivatalból. A helyzet az, hogy az előbb mondtam azt hiszem a Viktornál, hogy ami jó, az nem is érdemes kritizálni. Hát ha arra ezt mondtam, akkor erre meg különösen azt kellene mondanom. Mert az az igazság, hogy a Lüszike valóban megosztja a hallgatóságát és a közönségét, te pedig általában megosztod a zsűrit, lehet, hogy ez a jövőben is így lesz, de a nézőket szerintem nem tudod megosztani, mert mindenki azt mondja, hogy zseniálisan jól vagy. És mind a mellett... Nekem annyira tetszett ez a könnyedség, hogy még akkor is, hogyha értem, hogy a Tamás mire gondolt, amikor azt a bizonyos kitételt tette, sőt, nem csak, hogy értem, hanem még helyel közel egyet is értenék vele, csak hát benned annál sokkal több van, és ha egyszer fölvennél egy másik zakót, vagy valami jeans felsőt, azért akkor másképp néznél ki, de hát különben. Nem értél el nálam eufóriát, nem kerültem eufórikus állapotba. Krisztián a kedvencem, úgyhogy... Én most már figyellek, és régóta, és az az érzésem, hogy nem vagy elég szorgalmas, iszonyú jó adottságaid vannak, és nem teszel bele elég munkát. A múltkor is láttam, hogy rápillantottál súgógépre. Most nem volt ilyen probléma, de mégis úgy érzem, Krisztián, hogy ami benned van, az sokkal több, mint amennyit dolgozol érte. Úgyhogy hajrá! Továbbra is!
Rövid leszek, csak azért, hogy Tamásnak legyen ideje megvédeni magát, legalábbis a múlt heti álláspontját, ha egyáltalán van mit védeni. Én azt gondolom, hogy mi itt tulajdonképpen, mint négy néző vagyunk, nyilván van két profi énekes, profi zenész, aki zenei szempontból elemez benneteket, Enikő, a színpadi megjelenés, én meg amennyit még emlékszem a show világára körülbelül olyan aspektusból. Szóval én is azt mondom, hogy ha megjelensz, és vitathatatlan, olyan hangi adottságaid vannak, meg hát nyilvánvalóan erre azért sokat tanultál is, a hangoddal nem tudok már mit kezdeni, mert annyira tényleg fönt van, nagyon-nagyon fantasztikus, adottságos, nagyon jól csinálod. De amikor megjelensz, nekem kevés a színpadon az, hogy most kicsit ilyen mackósan, mint egy kis jegesmedve, vagy barna, bocs, mindegy, mozog. Szóval az, amik, igen, szóval én, bocsánat, hogy összehasonlítalak, nyilván nem, tudod. Nem, én szeretem, nekem jól esik, nekem nem ilyen vagyok, én ettől vagyok egyedi, és én ilyen is akarok maradni. Azt ne hidd el, akkor most nagyon jó ponthoz érkeztünk, azt ne hidd el, könyörgöm, Krisztián, hogy te készen vagy. Nagyon a kezdeti, tehát hogy ilyen akarsz maradni, az a legrosszabb mondat, ami elhangozhatott a szádból. Ne akarjál, ennél sokkal többnek, mert sokkal több az adottságot. Tehát én Liza Minnellitől láttam ezt a dalt valamikor 20 éve, és azt mondtam, hogy az összes magyar előadó és Liza Minnelli között a rengeteg egyéb különbség mellett az a különbség, hogy amikor ő megjelenik a színpadon, akkor úgy kezdesz, hogy pá-pá-pá-rápám, tehát kiteszi a magyar előadóknek pá-pá-pá, szóval érted? A különbséget ezzel leírtam? Nem azt mondom, hogy így kell énekelned, de hogy legyen benned valami show, mert egyszerűen nagyon helyes, aranyos, fantasztikus hangú fiú, de ez kevés. Kösz, hogy ilyen rövid voltál. Krisztián, figyelj csak, én a következőt szeretném, nagyon örülnék neki, hogyha valahogy külön választanád a magánembert, meg a szakmai véleményemet, mert nem arról van szó, szóval nekem most borzasztó sok barátod lesz hirtelen, hogy ilyen sikeres lett, és nem biztos, hogy azok az igazi barátok, akik ajnároznak téged. Tehát amikor együtt hallgattuk a Pólankát, és mondtam, hogy én, ha menedzsered lennék, milyen koncertet képzelnék el neked, abból szerintem gondolatot, hogy téged én így kedvellek magánemberként. De amikor arról beszélünk egyébként az általad említett két úriembert, azért ne tegyük bele a vendéglátós kategóriába, mert remek jazzzenészek. Egyébként én is vendéglátóztam, nem kell ezt lenézni. Csak egyszerűen arról beszélek, hogyha mondjuk ez egy ki mit tud lenne, akkor nem simán megnyerted volna a swing kategóriát, csak itt nem ebben az egy kategóriában lehet elindulni. Krisztián, reagálhatsz a zsűritől elhangzott mondatokra. Neked mi a véleményed erről, hogyha azt mondják rád, hogy vendéglátós kicsit a stílusod? Őszintén nem tudom, szóval ez egy olyan dolog, hogy hát nagyon sok vélemény, ember, mondjad. Nagyon sok ember ugye rakott le az asztalra, és került ki világhírű szintre a vendéglátásból, és most már nem tudom a Tamás, most már nem értem, az a baj, mert nem tudom, most már nem értem ezt a dolgot. Mert egy hajszál választ. De nem értem, mert ezt nem értem. Akkor majd ezt hosszasabban elmondom neked, jó? Jó, rendben. Jó? Megdumáljuk. Krisztián! Szóval, hogy lefordítsam neked, a múltkor negatív értelemben használta a vendéglátás, most pedig, hogy szorult helyzetben van, most pozitív dehogy értelemben is, dehogy is. Ez a különbség. Nem, ezt kikéri majd magának, Mester Tamás. Jó, ezt akkor adáson kívül lehet folytatni ezt a veszekedést. Gratulálunk, Krisztián, a közönségnek nagyon tetszett. Készülj a következő számra, mert az nagyon nehéz lesz. Ott a fenyő nagyon keményen fog kritizálni, hiszen egy Elvis Presley számra kell készülnöd. Menjél, légy szíves.